Köszöntöm nézőinket! 2023-ban az adóügyek legegyszerűbb intézése a telefonos ügyintézési mód. Erről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV Baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm! Köszöntöm a nézőket! Nos, hát először is mire is lehet pontosan használni a NAV 18-19-es infóvonalát? 2022 év közepén a 18-19-es infóvonallal kapcsolatban jelentős változás történt. Az egyes menüpontban általános tájékoztatás kérhető, a kettes menüpontban pedig konkrét ügyintézésre is van lehetőség. A hármas menüpontban pedig automata kiszolgálással csekkigényt is lehet elintézni. Milyen ügyeket lehet elintézni itt az adózóknak? Nagyon sokféle ügyet lehet már intézni, szinte a teljes spektrumot leköveti ez a lehetőség. Így például a bejelentett adatainkat tudjuk egyeztetni, folyószámlát tudunk egyeztetni, a bevallások adatait tudjuk egyeztetni, javítani, kiegészíteni. Igazolások kérésére is van lehetőség, illetve a besorolás, adózói besorolással kapcsolatban is tud az adózó információt szerezni. Nagyon hasznosnak tűnik ez a rendszer, de mégis hogyan működik, hiszen nem csak annyiból áll az egész, hogy tárcsázzuk ezt a telefonszámot. Igen, a 18-19-es infóvonal kettes menüpontjához PIN-kód szükséges, ezt a TEL elnevezésű nyomtatványon lehet igényelni. Abban az esetben, hogyha nem az adózó intézi az ügyeit, hanem képviseletet szeretne bejelenteni, akkor pedig az egyke nyomtatványon tudja ezt elintézni, így telefonon keresztül akár meghatalmazott is el tud járni az ügyében. Hogyan, illetve kik számára érhető el ez a rendszer? Belföldről egyszerűen a 18-19-es számot kell hívni, külföldről is elérhető a rendszer a plusz 36-1-461-18-19-es számon. 8.30-tól 16 óráig, pénteken pedig 8.30-tól 13.30-ig. Ugye már régóta működik ez az infóvonal, illetve most már az egyéb szolgáltatások is. Mennyire népszerű ez az adózók körében, hogyha ezt lehet tudni? Tapasztalataink szerint egyre többen használják ezt a lehetőséget, legtöbben adategyeztetésre szokták használni, tehát például a folyószámla adataikat tekintik meg, illetve hogyha szükséges, akkor egyeztetést végeznek. 2023-ban is elegendő ezt az egy számot megjegyezni az adóügyek intézéséhez. Köszönjük a tájékoztatást! Köszönöm! Nézőinek pedig köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!